A következő percekben Csallány Szilveszterre emlékezünk. Csallány Szilveszter 1970. április 13-án Sopronban született. Győrben kezdte tornász pályafutását, első jelentős sikereit az 1988-as ifjúsági Európa-bajnokságon érte el lólengésben és gyűrűn. Első világbajnoki érmét is ezen a szeren szerezte, ezüstérmes lett az 1992-es világbajnokságon. A barcelonai olimpián 6. helyezett, az egyéni összetettben pedig a 9. helyen végzett. A Sydney olimpián a legmagasabb pontszámmal került a döntőbe, és végül olimpiai bajnok lett. 32 évesen vált világbajnokká. Egy olimpiai arany és ezüst, egy világbajnoki arany és 5 ezüst, illetve egy Európa-bajnoki arany, egy ezüst és 4 bronzérem után vonult vissza. 2017-ben nyilatkozott utoljára az ATV-nek Csisztus Zsuzsa műsorában. Csallány Szilveszter ezen a találkozón az edzői pályafutásának nehézségeiről is beszélt. Én nyílt ember vagyok, tehát felvállom azt, hogy amit gondolok, egyértelműen mindent a gyerekért tettem, teszek. És ami érdekes, hogy nagyon sokan nem fogadták el azt, hogy jobb vagyok, mint ők. December 7-én derült ki, hogy Sopronban kórházba került, miután covidos lett. Később Budapesten kezelték, gyakorlatilag kezdettől fogva lélegeztetőgépen volt. Csallány Szilvesztert 7-szer választották meg az év magyar tornászának, 2-szer az év sportolójának. 1996-ban magyar köztársasági arany érdemkeresztet, 4 évre rá az érdemrend tiszti keresztjét kapta meg. 2009-ben beválasztották a magyar tornasport halhatatlanjai közé. Csallány Szilveszter 51 évet élt. A stúdióban a Toljai Sándor, a Magyar Torna Szövetségnek a főtitkára. Jó reggelt kívánok, fogadja őszinte részvétünket. Köszönjük szépen, hogy ezekben a nehéz pillanatokban eljött hozzánk. Engedje meg azért, hogy egy idézettel kezdjük. Hát ugye mindannyiunkat megrázott ez a tragikus hír. Ugye Vereckei István Szilveszternek az edzője úgy fogalmazott, hogy nincs annál borzalmasabb, mint amikor egy szülő eltemeti a gyermekét, de én is hasonlót érzek, hiszen a sok együtt töltött év magával hozta azt is, hogy gyermekemként tekintettem rá. És egy kicsit azt hiszem, mindannyian így vagyunk Szilveszterrel. Igen, óriási egyéniség volt, mint minden tehetség. Szilassot tényleg azt tudom mondani, hogy ős tehetség volt, őserő, és felkapaszkodott a csúcsra, hiszen 96-ban, amikor ezüstérmes lett, akkor kicsit el volt keseredve. Megmondom őszintén, akkor szakmailag az olasz fiú, aki nyerte, aki szintén nem volt előtte olimpiai bajnok, és egy nagy alak volt, még azt mondom, hogy már akkor a Szilasnak egy picit jobb volt a gyakorlata, szerintem, bár ebben biztos a hazai szív is benne van, de aztán 2000-ben ez olyan egyértelmű volt, hogy amikor ment föl a lépcsőn a gyakorlat előtt a pódiumra, már akkor mindenki odaadta volna, mert egyszerűen elképzelhetetlen volt, hogy ne ő nyerjen. Mi kellett ehhez a sikerhez? Mi kellett ehhez a... Mi volt? Most felemlített egy olyan példát, hogy egy ezüstérem után sem adta fel, hanem ment tovább. Nagyon sokan a szalmabetegség alatt is ebbe bíztak, hogy ez az erő, ez itt is meg tud majd mutatkozni. Hát nyilván nem vagyok orvos, de ugye ez a kettő, nyilván ez hiszem, más, nem összehasonlítható. Nem. Beszéljünk arról, amit... Bent a teremben a Szilas nagyon, nagyon határozott volt, nagyon... tudta a célját, szinte sok esetben kezelhetetlen volt. Az említett Vereckei István edzője, a Racsi, aki nagy küzdelmet vívott vele sok esetben, nagyon nagy küzdelmet, de hát az edzői pálya az ilyen. Ő ugye egy nagyon önfejű ember volt, ennek megfelelően az ős tehetségét, a tehetségét ki tudta aknázni. Aztán a versenyzői pályafutása után voltak hullámvölgyek, hullámhegyek, ott nehezebben boldogult, de sportolóként a teremben elvitathatatlan. Az embernek ilyenkor ilyen lelkismert furdalása van, hogy van egy ikonikus sportolónk, aki aranyérmet szerzett nem csak magának, hanem az egész nemzetnek, az egész országnak. Aztán vagy beszélünk róla, vagy nem. Hát ugye most az elmúlt időszakban sajnos csak akkor lehetett róla hallani, hogy lélegeztetőgépre került ugye Szilas. De meséljen egy kicsit nekünk arról az életéről, azokról az évekről, ami korábban történt. De pályafutását, ahogy befejezte, sok mindennel próbálkozott. A sportban is, illetve a civil életnek más területein is.
szeretett volna nagyon sikeres lenni. Edzőként is több helyen megfordult. Hol a honvágy hozta vissza, a családja honvágya hozta vissza, hol nem találta meg azt a közeget, ahol igazán ki tudna teljesülni. Szövetségi szinten megpróbáltuk egyengetni, hiszen az edzői végzettségével kapcsolatosan is a szövetség részéről tettük meg a lépéseket, hogy meglegyen az edzői végzettsége, hogy erről papír legyen. És aztán Sopronban is elkezdett edzősködni, de aztán úgy alakult, hogy kiment Izlandra, visszajött, elment Svájcba, és a jelen időszakban a betegsége előtt Ausztriában egy egyesületben edzősködött, és oda járt át dolgozni. Boldog élete volt? Én azt hiszem nagyon. Feleségével beszélve azt mindenképpen elmondta, hogy kiváló apa volt, és nagyon jó társ, és nagyon boldog volt a családjával. Nagyon boldog volt a családjával. Isten nyugasztalja, nagyon szépen óriási köszönjük, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és közösen emlékezhettünk rá.